Szeretettel köszöntök mindenkit a szeptember végi elvonulásunkon, megköszönöm be a kitűnő vezetőjét. És az a kérdésem, hogy kinek van kérdése akár a törvényekkel, a szabályokkal, az írásokkal, vagy azok meghaladásával és így betöltésével kapcsolatban? A kérdésem az lenne, hogy a, én ismerem fel a tanítót, vagy a tanító ismer fel engem? Kölcsönös. Köszönöm. Egyéb kérdés? A szamádi mit jelent? Egy évállást, ö, és vagy a mély meghaladó bölcsességet? Gyomláltál már úgy, hogy nem vetted észre, hogy ott van a sorvége, csak csináltad, csináltad, csináltad? Igen. Az a szamádi. Amikor csak teszed, gondolkodás nélkül, de tisztán, akkor a pillanat teljes, a kapcsolat teljes, és a tevékenység is teljes. A szabályokkal kapcsolatban kérdezném, hogy ezek a szabályok, amelyeket itt gyakorolunk, amelyek szerint itt élünk, azokat mikor fektették le, és hogy azóta lett -e frissítve, tehát teljesen tradicionális szabályok, vagy pedig alkalmazkodnak néha a modern élethez. Amikor iratlan törvényekről van szó, akkor az idottaknak az a dolga, hogy azt segítsenek fölismerni. Azzal összhangban legyenek. Akkor van az embernek e, igazságtalanság érzete, amikor az írott és az íratlan törvények elválni látszanak. Amikor számodra az, ami igaz és az, ami jogos, az, ami igaztalan és az, ami jogtalan, nem egyezik. Nincsenek harmóniában. Most, ebben a pillanatban úgy érzed-e, hogy az itteni életed megfelelő keretben, megfelelő formában, megfelelő szabályokkal a helyes cél felé visz. És ha igen, akkor frissültek a szabályok. Egyrészt, másrészt pedig úgy maradtak, ahogy kell 1500 éve. Nagyrészt a Tang dinasztia beli zen aranykorra, vagy csan aranykorra építjük a mostani spirituális gyakorlatunkat, illetve arra, amely átkerült Koreába még a hatodik pátriárka idejében. Utána ugrott egy jó nagyot, és 8000 kilométerre nyugatra, és még nyugatabbra ismét kihajtott a darma virága. Ezt ugyanúgy öntözni kell, ugyanúgy gyomlálni kell, ugyanúgy jó kis tápoldattal el kell látni. Olt fel benne a maradék karmádat, az a legjobb tápoldat egyéb kérdés. Hogyan képzeljek el egy olyan szituációt, amikor Csongam Szúnyim besétál egy hivatalba, és az APR 112-es papírt ki kell tölteni, majd feljebb kell fáradni egy másik emeletre, és ezt mondjuk ilyen üres szempárok kísérletében teszi, és mondjuk nemleges választ kap, Egyszerű és, és jogos kérdésre. Tehát ezt hogyan, hogyan kezeli, mondjuk ebben a szellemiségben, amit képvisel? Hát úgy, hogy segítséget kér. És amikor segítséget kap, akkor már megfelelő módon megy be a hivatalokba, megfelelő módon tölti ki a nyomtatványt, és akkor boldog szempillantással megy a következő osztályra. És ez szerintem mindenkinek a saját. Leckéi, tanulni tanulnivalói közé tartozik, hogy mit hozott a hátizsákjában, és mit kell még beletenni. Nekem ezt bele kellett tenni. Szerintem sikerült. Köszönöm. Anna, a kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nagyon sok történet szól arról, hogy a tanító egy kohant ad a tanítványának, majd a tanítvány az elvonul, és dolgozik vele, foglalkozik vele, öt évig, hat évig a történetekben így szokott lenni. Egy dolog biztos, hogy ez a foglalkozás, dolgozás nem gondolkozás, mert azt megtapasztaltam, hogy nem működik. Mit értünk azon, hogy foglalkozik, gondol ö, dolgozik a koanon, akár öt évig is egy tanítvány? Láttad, hogy a kotlós hogy a tojásokon? Láttam már ilyet, igen. Oké, okay. azt tudod, hogy a lábával néha, hogy megtekeri őket, és így cserélgeti, hogy... Nem tudtam. Csinálja. És el elkepesztő ösztönösen, hogy ami a szélén volt, az középre megy, ami kicsit hidegebb volt, az melegebb területre kerül, és így, és így szépen elhelyezi maga alatt a tojásokat, azt ülj rajta. Kész. Tehát szépen tedd le a azt a kont, az ott takarít, te pedig ott ülj rajta. És egyszer csak Kodkodácsal kész! Öt évig akár, mert a történetekben ilyenek is. Na most az a jó hír, hogy Szunkszenzen mester azért kicsikét ö, apróbb időszakaszokat tette ezzel lehetővé azzal a rendszerrel, amit ő megalkotott, mert nagyon kevesen tudnának így gyakorolni, nem lenne elég motiváció, nem lenne haladás, és hálásak lehetünk neki nagyon sok, okból. Az egyik, hogy nem csak úgy hozta nyugatra a darmát, hogy az ott, mint a győzelmi zászló, elszállt, te pedig mehetsz utána valahova, hanem lerakta. És 40 éven át tanított. És ahogy az idézetben hallhattad, a bevezető végén mindent odadott. Semmit nem tartott vissza. Egy olyasféle azt mondom, kohan gyakorlatot hagyott ránk, amely már az első interjúban, aki ezen rendesen átment, már szemléletváltást hoz. Ha mélyebb, akkor paradigmaváltást, és van, aki az első interjún így látszólag a semmiből valamilyen realizáció megy keresztül. Emberek karmája, énsége válogatja. És ezért nem kell 5 évig gyakorolni egy-egy kuanon, -egy hanem szépen lépcsőzetesen lehet haladni a könnyűtől a nehézig. Ez még a klasszikus kínai időkben sem volt így rendszerezve. És ezért volt az, hogy aki ugye szerzetes, vagy szerzetes nő, annak van ideje, mert más se kell csinálni. Megy fel a hegyre, rendkívül egyszerű életvitel. Éjjel. Nappal, ülve, állva, járva, fekve, munkában, és néha kicsit fizikailag, de nem mentálisan hátradőlve, ugye műveljük a kuant a hadun, a nagy kérdésen keresztül, hogy mi ez. És egyszer csak ez a nem tudó, vagy nem tudható elér egy kritikus tömeget és egy bizonyos minőséget, mind a kettőkkel. És akkor van egy tudati. Változás, lehet áttörés, lehet letisztulás, lehet felébredés, te sem hogy minek hívod. De az én kéreg az egy pillanatra eloszlik, és hogyha jól csinálod, akkor úgy is marad. De mivel elkezdjük minősíteni az állapotot, ezért nem marad úgy, sőt, visszazárulhat. És lehetett olyan gyakorlókat látni nyugaton és keleten egyaránt végre visszazárult ez az én kéreg, és az bizonyos szempontból rosszabb, mint hogyha el se kezdte volna, mert már van egy kis szaggantás, hogy mi van odakint, valamilyen szabadságfokot megtapasztalt, de a hozzátartozó minőségeket, elsősorban a felelősséget nem tudta kidolgozni, mert nem tartott elég sokáig ez a nyitott állapot. A koan praxis több szempontból borzasztó. Az egyik, hogy azon nyomban kimutatja, hogy hol nem látott helyesen a világot, illetve magadat. Azon És azért is borzasztó, mert ezt a visszazáródás nem tűri. Tehát nem tűri azt, hogyha te egyszer csak így pum, és utána te minősítés rétegekkel rágyártottál egy keményebb egókérget, mint korábban volt, hogy azzal te ott ki, és még mesélj is róla a klubban. A koan praxis Interjúról interjúra felszakítja azt a réteget, amit te önképként magadban megszilárdítasz. És újra élsz, és újra dinamikájában, folyamatában, irányában látod a világot, és nem pedig statikusan, énben, megállapodottságban, egy olyasféle illuzórikus állapotban, amelyben egyébként nincs, csak meg akarod fagyasztani hogy ez nekem így jó, ez az ó, maradj még pillanat, már el is ment, bocs, Rómeó, már elment. A tréningre visszatérve, nagyon fontos az, hogy a folyamatos koanpraxis az folyamatos életfeladat megoldásá fordítódik le, tehát világos, hogy évekig munkát ad neked szellemileg a 208 koan, dolgozunk, de az csak a lényeges szellemi eszencia, utána lefordítódik ez egy olyan látásmódra, amely a mindennapi életet egy folyamatos interjúként veszi tudomásul. És azt pedig tényleg nyitva tart. Mert nagyon jól látod, hogy ha bezárodtál, ha átestél a ló egyik vagy másik oldalára, akkor azon nyomban maradványkarma mutatkozik. Azon nyomban selejt van, salak van, karmikus maradvány van. És azt akkor eltakarítjuk. Újabb interjú, újabb próbálkozás, újabb szembesülés, és a minősítések meglátás. hogy én innen most kimegyek, és vissza se jövök. Mert hiába mosolygott rám, nem mondta meg a megoldást. És ott hagyott, illetve én hagytam, ott akkor is ott hagyott. És visszaküldött a terembe, illetve vissza akartam jönni, de mégse. És nem értem. Illetve tudom, hogy miért vagyok itt, akkor se értem. Úgyhogy ezek a gyönyörű paradoxonok, ezek úgy szánkáznak jobbra-balra a lelkünk lesikló sáncain, és akkor egyszer csak megáll. És amikor megáll, akkor látod azt, hogy ez az egész a te műved, az egészet te csinálod, és azoknak a szilárd attribútumoknak, ami ennek a világot gondolod, semmi köze a valósághoz. Akkor kezdesz el tisztán látni, tisztán hallani, tisztán érezni, és tisztán gondolkodni, beszélni és cselekedni. Úgyhogy nem akarom se idealizálni, se abszolutizálni a kuampraxist, de a paradoxonokkal való ilyetén munkát azt a zen szempontjából nélkülözhetetlennek tartom és az ember valahol szembesül azok az ellentétekkel, amelyeket visz magával. Miért? Mert ezek adják az energiáját. Az irányát lehet, hogy nagyon komolyan eltorzítják, de az energiát azt adják. Most mi lenne, hogyha a művek mellé az irányvétel is tiszta lenne? Na, ahhoz kell a nem dualisztikus tiszta tudat. És akkor nyugodtan lehetnek benned paradoxonok, ellentétek, Ezekből a polaritásokból élünk. Nézzük meg. Ha ezeket teljesen elveszed, túl steril, túl tökéletes, és egyszerűen élhetetlen lesz az élet. Senki nem talál benne hibát, de te már nem akarod. Erre kell vigyázni, hogy a paradoxonok, az ellentétek, a megoldatlanságok, azok nem jók és nem rosszak, csak a belőlük származó energiát hova futtatod ki, hová viszed. És akkor, ha ezt helyes irányba, tehát a meghaladó irányba, a felébredő irányba, a másoknak önzetlen segítséget nyújtó irányba viszed, akkor a megoldás magától megjelenik egy sokkal nagyobb egész részeként. Ha nem, akkor tagonként, érzelmenként, állapotonként szeretnénk megoldani, hogy most egy kis boldogság, most egy kis siker, most egy kis ez, az, amaz, és van, aki be tudja ezeket szerezni a spirituális bevásárlóközpontban, de az élet mégse teljes. Valami mégis hiányzik. Valahol nem vagyok önmagam. Miért? Mi hiányzik? Hát pontosan ez hiányzik. És amikor ez elkezd benned működni, akkor teljesen másképp, egyszerűbben, tisztában lehet élni hogyha csak én gyakorlok, és attól a családi karmától fog a páromon vagy a gyerekemen is mondjuk csökkenni, vagy... Indirekte, igen. Tehát biztos, hogy segít rajtuk, de a lélek kapcsolattól függ, hogy mennyi erényt tudnak ezáltal realizálni saját maguk számára. Magyarul mennyire hisznek benned, és ezen keresztül közvetetten tapasztalják ezt. Nagyon sokat számít, hogyha, hogyha a nyitottságuk, a szeretetük, a bizalmuk ezt a csatornát kiszélesíti. Tehát nekem a családomban volt ez is, az is. És láttam azt az eredményt is, amikor hat méter vastag ólon falat építette a darma elé, és azt is, amikor teljesen nyitott lélekkel fogadta, és gyakorlatilag egy év vált ezzel az energiával. Nagyon nagy a különbség, de a saját gyakorlás nem helyettesíti, viszont inspirálhat, fölkészíthet, segíthet, hogy amikor igazi válsághelyzet van a családtag életében, és rájön, hogy csak ő tudja megoldani, de arra is rájön, hogy az eszközrendszere nem elég hozzá, na majd akkor, akkor az övé lesz. Előtte nem, és nem is kell erőltetni. Na, az útról szeretnék kérdezni. Egyszer azt mondtad nekem, hogy az útról le lehet térni, és ezt máig nem értem, mert hogy én úgy gondolom, hogy az egész életünk az maga az út, és én azon járok folyamatosan. Az, hogy most épp már visz vagy, az kitérő vagy. Az út, az itt a felébredés útja. Az út a realizáció útja. Erről le lehet térni. Fizikai példaként javaslom ezt a fárikuti utat, amely innen kivezet mondjuk a kerektó felé. Mész egyenesen, van egy szép hosszú egyenes, és hirtelen fordulj balra, be a susnyásba. Az más, mint az úzalék, amin könnyen lépkedünk. Az ember tud úgy élni, hogy akadályokat teremt magának, és úgy is tud élni, hogy akadálytól mentesíti az életét, és ezzel mások életét is akadálytalanabbá teszi. Észre tudod venni? Ez nem a feladatvállalással van összefüggésben. Van, akinek szinte semmi feladata nincs, és teljesen akadályoztatva érzi magát, van, aki rengeteg feladatot visz, és nagyon fluid, gyönyörű, harmonikus módon pák-pák-pák oldja meg őket, és ezzel visz másokat is előre. Tehát a feladatvállalás, a tevékenység, az elfoglaltság az nem az akadályjal függ össze. Az akadály az itt van belül vagy annak a hiánya is itt van belőle. Mennyire téres, mennyire tiszta, mennyire jelenvaló a tudat. Itt lehet lemérni azt, hogy az úton van-e, vagy sem. Hogyha ben van a susnyában, akkor rengeteget gondolkodik feleslegesen. Iszonyú bonyolult érzelmei vannak. Amikor cselekedni kéne, nem tesz semmit, amikor pedig nyugton kéne maradni, akkor állandóan ficánkol, izeg, mozog. Nincs helyes helyzetfelismerés, nincs helyes kapcsolatteremtés, nincs helyes cselekvés. Ekkor nincs az úton. Jó? Hát mi van akkor, hogyha egy év állok azzal, amit csinálok, és százszerzelékosan csinálom, de az valójában nem az én utam. Tehát, hogy akkor így szét fog esni az egész rendszer? Ha egy év vele teljesen, akkor ez a kérdés nem merül fel. Ez a kérdés akkor merül fel, amikor az válás az nem azt eredményezte, amit szerettél volna. És akkor már kilépsz belőle, akkor már kívülről nézel rá, akkor már minősíted, és akkor már ellenőrzöd. Na, de nincsen, hogy mit szeretnék. De van. Mit szeretnél? Ugye, hogy van? Jó, oké. Desem. Már nem tudom megszámolni hány éve, évtizede inkább. Úgy érzem magamat, mint egy karcos bakelit lemez. Ismétlődök újra és újra és újra, és minden folyamatosan ismétlődik. És ezt, ezt a karcot, ezt látnom kell, vagy, vagy csak simán átemelni, vagy, vagy mi? Akkor most valójában mi a probléma? Meg szeretném látni, hogy mi ez, de nem megy. Irány a volt. Nem magáról lemezre gondoltam. Akkor mire? Hanem ami, ami bennem, ez, bennem van ez a kart. Elsősorban a lemez van benned, amely a karmádnak egy meghatározott tárháza és ezt a tárházat újra és újra az első doboztól az utolsó dobozig mindig újraolvassuk, nézegetjük. Ez az a kényelmi zóna, amely ha szenvedésteli, akkor azért, ha örömteli, akkor azért, de a miénk. Legalábbis ezt gondoljuk. Miért? Mert megszoktuk. Tehát a megszokás az, ami visszarakja az első szám elejére a tűt, és megint lejátszod. És a beér a bakelit közepére, Cím kell, csk, megint visszaugrik, megint, és akkor megint elkezdi lejátszani. Ezekből a rutinokból vagyunk nagy nagyrészt összerakva, aztán kiderül, hogy van még más lemez, sőt, a zene nem köthető a lemezjátszóhoz. Én nem pontosan értem azt, hogy csak tükröz, tükröz, csak erről szeretnék most hallani. Milyen színű ez a bot? Barna. Ennyi kell. Ennyi. Nem elég? Nem. Szalad a kutya a csont után. Tükrözésen nincs mit érteni. Csinálni kell. Egyik nagy paradoxonunk, hogy az a szuperintelligens gondolkodásunk, amely egyébként minden embert jellemez, az pont ezt a tükröt tudja a darabokra törni. Ha helyesen gondolkodsz, megteremted ennek az alapját, az összes szakrális tudás erről szól. Ha helytelenül gondolkodsz, akkor darabokra töröd ezt a tükröt, egy kis darabot, szilánkot kézbe veszel, azt mondod, ez én vagyok, viszontlátás. Laucer azt mondta, Tao Te Ching, amikor a nagy közösség elveszett, megszületett a kicsike jólét. Ez az én keletkezése gyakorlatilag, amikor a többi emberről, a világ egészéről elfeledkezett. Amikor a tiszta tükörszerű tudat darabokra törik, tízezer aprócska kis szilánkra, és te egyet kiválasztasz magadnak, mert azon pont az a kép látszik, ami neked tetszik, azzal azonosulsz, akkor az a kis pindurka, kis valami, elkezd különélni. Valójában az egyén és a társadalom a rész és az egész egyensúlyára épülhet egy harmonikus élet ezen a földön szinte sose volt meg. Vagy a közösség uralkodott túl erősen az egyénen, vagy az egyének estek szét túlságosan, és így a közösség elment. De ha megnézed, ebből a szempontból az emberi történelem csak látható szakaszát, nagyon durva szélsőségek látszanak akár az egyén irányába, az egyénített egokra szabdalt társadalom, vagy pedig egy erőszakosan közösségbe a sajtolt társadalom felé. Kiderül, hogy az ember egyiket se bírja. Valahol a középút és a harmonizálás lenne az ideális, ezt szinte soha nem éltük meg így emberiség szintjén, bizonyos foltjai a Földnek ideig, óráig tudták ezt a középutat képviselni, belül viszont elérheted. És ez egy nagyon fontos aspektusa a gyakorlatnak, hogy nem kívül próbálsz meg igazságot osztani és egy neked tetsző rendszert előbb-utóbb vaskézzel megteremteni, mert rájössz, hogy másképp nem megy, hanem belül megpróbálod azt a tudatállapotot elérni, amely helyes. És ez a tiszta, tükörszerű tudat, amelyel helyesen ismered fel a helyzetedet, helyesen teremtesz kapcsolatot és helyesen cselekszel, ez a kulcs. És ez azzal kezdődik, hogy megkérdezed a fát. Azzal folytatódik, hogy látod, hogy a bot barna, és ezzel a tisztasággal tudod aztán a magadban és másokban lévő karmát látni. Onnan merült fel a kérdésem, hogy az élettele van sok összetett jelenséggel, meg összetett emberekkel. Biztos. És biztos, és mind jönnek szembe. Tehát biztos, hogy az élet van ezzel tele? Hát úgy értem, hogy a hétköznapok eseményeiben ugye sok mindennel találkozunk, így akarom kifejezni magam, hogy sok minden felmerül, és uh, mikor érzed mikor érzel rá arra, hogy most tükrözöl, nem tükrözöl, most helyes, helytelen? Ha tehát, hibázol, helytelen, akkor helytelen, ha nem hibázol, akkor helyes. Tehát igazából miután lesérülsz, onnan fogod megtudni, hogy helyes volt vagy helytelen? Igen. És nagyon gyakran még annak se szoktunk hinni. Mindig másra fogjuk, hogy az sértett meg, az gyalogolt belém, annak a hibája, hogy én most éppen, hogy érzem magam. Úgyhogy többször meg kell tapasztalnunk a tudatteremtését, és akkor majd elhisszük, hogy mit csináljuk. Hogyha egy ember eléri azt, hogy semmivel nem azonosul, akkor hogy, hogy nem válik belőle pszichopata? Mert még azzal sem azonosul. A karmán kitisztulása azt jelenti, hogy Másképp éljük meg azon túl a történéseket, amik velünk történnek? Hiszen egy megvilágosodott emberrel ugyanúgy történnek dolgok a mi szemszögünkből. Igen, ezt jelenti. Köszön. Köszönöm. Szívesen. Ha a gondolatok képesek szétszúzni ezt a bizonyos tükröt, mi a helyzet a érzelmekkel, érzésekkel? Azok képesek szétszúzni, felégetni, szétszórni több ezer évre működésképtelenné tenni. Körülbelül így. És hogy tudjuk őket kiiktatni esetleg? Ide visszatérsz, ki vannak iktatva. Ezt megtartod, a tudat tiszta marad, és a lélek működőképes. Ha már így felmerültek az érzelmek, azzal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mi dönti el azt, hogy kiben, vagy ki milyen személy által jelenik ez meg bennünk? Gondolok vágyra, szeretetre, dűre. Te döntöd el. A te szűrőid, a te választó tudatod, a te emlékeid, ezek döntik el. Ezzel kapcsolatban akkor, hogyha még dű jelenik meg egy személyel kapcsolatban, akkor azt hogyan tudom magamba transformálni, hogy közömbös legyek? Először meg kell látni, hogy dühös vagy rá már ez nehéz lehet, mert az emberek általában elfolytják a számukra is negatívnak, nem tetszőnek minősített érzelmeket. Tehát felismered a dühöt, utána meglátod, hogy az honnan jön. Meglátod a forrását, hogy a tudatot hogyan teremti. Ez nem a múltban van, ez a jelenben, ebben a pillanatban van, és visszatérsz a düh megalkotása vagy kikeverése elé. A magyar nyelv sok szempontból nagyon-nagyon szemléletes, a düh az méreg. Tehát érzed azt, hogy a testedet megmérgezi a saját dühöd. Másoké is, de most a sajátodról van szó. És megállsz keverni ezt a mérget. Tehát látod a saját tudati reakcióidat, hogy az érzelmeket, gondolatokat, akaratot, nem tetszést, hogyan gyúrod egybe düvé. Iszonyú gyors a folyamat. Tehát nincs olyan komputer, amely gyorsabb lenne ennél. És hogyha látod, és a pillanat nagyon tiszta, akkor megszűnsz megkeverni ezt a mérget. A tudat leáll, és ekkor a dű vagy bármilyen érzelem megalkotása elé kerül. És ekkor tudod a belőle felszabaduló energiát áttransformálni, mert rengeteg energiát szabadítasz ezzel fel. És akkor lesz belőle más érzelem. Tanulmányozd a zenkört. A ragaszkodó dű a nulla fok, a felismert dű a 90 fok, a dű előtti tudat a 180 fok, az áttransformálása 270 fok. A tisztán érzelem formáló tudat a 360. Ehhez viszont gyakorolni kell, ez nem jön könnyen. Tehát itt válik el nagyon jól, hogy a megértés önmagában nem elég. A tudás önmagában nem segít. Tapasztalni kell, és hogyha nem tapasztalod, akkor előbb-utóbb látod azt, hogy mi hiányzik. Az az éntelenedés hiányzik, amitől ezek leválhatnak rólad. Jó? Tehát ez gyakorlással, helyes tudati magatartással elérhető. Csak tudással nem. Beszélne nekünk a déjà Tehát, hogy mit jelent, hogyha egy ember azzal a fogalommal találkozik, hogy déjà vu, olyan, mintha megérném, megértem volna már előre azt a szituációt. Van. De az a zen szerint úgy megy, hogy van a tárháztudatod, van a választó tudatod, és van a fogalomalkotó tudatod, alatta pedig az öt érzékszervi tudatosság. Amikor az érzékszervi tartalmak, vagy a fogalomalkotó tudat olyat csinál, olyat kommunikál, amely megvan a tárháztudatban, akkor ezt a döntéshozó, minősítő tudat felismer, és azt mondja, ezt már tudom. Tehát összehasonlítja az első hat és a nyolcadik működését. És a hetes az a minőségteremtő, dualitás teremtő, én tudat, ez a választó tudat. Ha ez nem működik rendesen, akkor nem tudod megkülönböztetni a károst a hasznostól, a gyógyítót a mérgezőtől. Ha túlságosan erősen működik, akkor ítéleteket alkotunk és elkezd abszolút üzemmódba belefutni, és a helyes megkülönböztetés és relativitás helyett egy ilyen ítéletalkotó, iszonyatosan zárt, borzasztóan szenvedésteli világot teremt. Amikor helyesen működik, akkor pont középen van, mint az összes többi. És akkor közvetíti, hogy amit most gondoltam, azt már elgondoltam és eltároltam korábban. Amit most láttam, azt megláttam és eltároltam korábban. Amit most szagoltam, az már lehet, hogy nagyon sok ideje, de nem tudom mennyi ideje, jelen van a tudatomban. Összetalálkozik az emlék és a közvetlen tapasztalás. Ez a düsszávű. Egy picikét úgy tűnik nekem ez a düsszávű érzés, mintha az ember megálmodta volna előre. Akkor csak összehasonlítja? Mi az álom? Mi a valóság? Nagyon jó, ez helyes. Akkor összehasonlítja. Köszönöm. Szívesen. Mi a törvény, és mi törvény? Hát elősz elsősorban, ahogy a világ működik, az törvényszerű, ezt hívjuk darmának. A jelenségeknek megvan a maguk sajátos működés, ezt hívjuk tatvának. Tehát az a tatva, az a botsága, hogy ez működik. Tehát, hogy ez tud így működni, tud így működni tud így működni, nagyon sokféleképpen tud működni, és a botnak a botsága csatlakozik a padló padlóságához, az eső esőségéhez, stb. Ezeket együtt darmának mondjuk. Az a darma, hogy a jelenségek működnek, illetve együtt működnek. Ezekkel általában a népeknek semmi gondjuk nem szokott lenni, de ennek tetejébe vannak azok a szabályok, amelyeket az ember gondol ki. Mivel gondolkodó lények vagyunk, ezért társadalmunkat, családunkat és néha magunkat is szabályok, tehát ember alkotta mondatok, direktívák, maximák szerint szeretnénk megszervezni. Az igazi kérdés az, hogy mennyire van az illatlannal, az eredeti darmával összhangban az, amit az emberek szabályként fektetnek le, és néha törvénynek is neveznek, én csak szabálynak hívom őket, mert szabjuk, várjuk a valóságot jobbra-balra. Most onnantól kezdve, hogy az írott és az íratlan összhangban van, harmóniában élünk. Ez nem azt jelenti, hogy az ösztöneink meg tudnak valósulni, vagy a valóság ösztönszerű lesz. Ez egy egészleges élmény, amit nem lehet igazából szavakba foglalni, csak azt látod, hogy amit te érzel és amit tudsz, az ugyanazt az irányt követi. Ekkor van ősbizalom közted és a többi ember, közted és a világ közt, mert felismerni véled és tapasztalod egyszerre a törvény működését magadban, másokban és a világban. És hogyha azt látod, hogy mindenki ugyanazt a törvényt követ, akkor megbízható a rendszer, megbízható a világ, megbízható az embertársad. De a különböző szabályértelmezéseken keresztül különböző törvényeket akarunk egymás fejéhez vágni, akkor nincs bizalom. Mert úgy látszik, hogy mindenkinek megvan a saját szabályrendszer, amit jónak tart, és ezen keresztül ítéletet mond az enyém fölött. Amikor már jogról beszélünk, ami a szabályoknak így az összesség és elfogadott ugye, korpusza, akkor négy alapvető momentumra kell fölhívni a figyelmet. Az egyik a jogfilozófia. A jogfilozófiának szeret, lenne a szerepe az, hogy összegyűjtse azokat az ismereteket a világról, az emberről és az emberiségről, amely alapján, és ezt az íratlan törvények felismerése alapján megfogalmaz valamit. Ezek nagyon-nagyon általános dolgok. De az, hogy az embernek mihez van joga és mihez nincs joga, az ebből a jogfilozófiai alapvetésből következik. Amikor úgy megállapítottuk, hogy mik vagyunk, és hogy a többiek kicsodák, és hogy a világ mi csoda, akkor következik a jogalkotás. És a jogfilozófiát nézd meg, hogy milyen vallási, történelmi és egyéb szemlélet szokta befolyásolni. Nagyon sok, garmadával. De az igazi darmát nagyon ritkán veszik a jog alapjául, és ebből is van nagyon sok szenvedés. A jogalkotás folyamán így szépen cikkelyeznek. És megfogalmazzák, hogy ez az emberi társadalom, ez a család, ez az egyén, így kell együtt élnünk, gazdasági jog, társasági jog, családjog, büntetőjog, polgárjog, szépen leírjuk. Jogot alkotunk azért, hogy szabályozzuk a maradványkarmánkat, és ne viselkedjünk elfogadhatatlan módon egymással. Elmúlt pár évezet bemutatta, hogy a jogalkotás nem záloga arra, hogy elfogadhatatlan módon viselkedjünk egymással, vagy sem. Miért? Mert aztán jön a jogértelmezés, ez a harmadik. Egy adott helyen visszaolvasom azt a jogot, kinyitom a könyvet, fellapozom, megállapítom, hogy releváns-e vagy sem, és ha igen, akkor hogyan értelmezzem. És ez a jogértelmezés. Ezt általában a bíróságok szokták csinálni, ügyészségek, egyebek. És ennek a vége az ítéletalkotás. Ezt a jogot ebben az esetben, ezen személy esetében így értelmezem ez a verdikt, kész, puf. Itt nem csak bűnös vagy nem bűnös volt, volt egy úgynevezett Scottish verdict a jogtörténelem során, amikor nem döntötték el. De ez nagyon ritka volt. És a jogrendszer egy idő után nem alkalmazta. Nem tudom, hogy most egyáltalán joggyakorlat el, de nagyon érdekes, hogy kifejezi a jogrend azt, hogy nem bűnös, nem ártatlan, kész. Ennyi. Ez töredék. És utána jön a jogalkalmazás. Amikor be is tartatom. És nézd meg, hogy az igazi törés egy rendszerben az az, amikor a jogfilozófia, jogalkotás, jogértelmezés, jogalkalmazás, ez a négy nem egy irányt mutat. Nem ugyanazt a szellemiséget tükrözi. Ekkor beszélhetünk a rendszer dezintegrációjáról, esetleg korrupciójáról. De hogy működésképtelen, az biztos. Visszafordítva, ha egy jogrendet működésképtelennek látsz, az azért van, mert ez a négy nincs összhangban. Tehát amit látok magamból a világból és az emberekből, az az íratlan, ami a jogfilozófiában megmutatkozhat, illetve az, ami a jogalkotás, jogértelmezés, jogalkalmazás szintjén történik, ezek nem fedik egymást, ezek nem ugyanolyan irányba mutatnak, nem ugyanazt a szellemiséget tükrözik. És akkor az ember magában találja meg azt a törvényt, amely a sok-sok szabályt egyesíti és értelmet ad neki. Mert ha nem, akkor darabokra törik az életünk. Oké. Okay. A vágy meghaladásáról, a vágy kezeléséről, Praktikus tanácsot, úgy érzem, hogy egy elég sok tényező az életem, amely visszavezethet a vágyra, többek között az is, hogy másoknak való megfelelés, úgy cselekvés, igyekeznék mindenkivel jó kontaktust teremteni, amögött is valami vágy, vélhetően vágy van, ami mögött valószínű félelem, de most ez egy másik vonal. Mi a vágy? az egy kivetítés részemről. Elég gyenge vágy. Van erősebb is. Menj oda. Mi az az erősebb vágy? Kivetítéseket így elveszed. Amikor meg akarod kapni azt, amit valójában akarsz, amiben hiszel, az egy elképesztő erős vágy. Azt te nem kivetítésként éled meg, azt realitásként éled meg. Sőt, hogy ez neked jár. Hogy ez a tiéd. Csak ki kell nyújtanod a kezedet és azon nyomban elsajátíthatod. Tehát az, hogy megkapd, amit akarsz, az a vágy. Ez lehet nagyon finom kivetített formában, elképesztő, erős, önmagad igazát teljes mértékben hangoztató formában, de az, hogy azt kapd meg, amit akarsz, ez. A dű vagy a taszítás, az pont ennek az ellenkező, amit nem akarsz, az ne legyen. Annak a megsemmisítése, távoltartása, elszigetelése és a többi. Jó? Tehát nézzük meg, hogy az extrém, szélsőséges vágy, ami már kabzsiságba, mániába, egyebekbe tud torkolni, az milyen eredménye jár, és milyen eredménye jár az, amikor az ember elképesztően lecsavarja a vágyait, elfolytja, nem hajlandó tudomásul venni a létezésüket, és nagyon gyakran dűvel válaszol a saját vágyára. Vagy amikor dühös, és érzi ezt a dühöt, viszont a düh energiát ad nekik, akkor pedig vágyjal fordul a dühe felé. Úgyhogy nagyon nézd meg, hogy hogyan lehet a középúton és megfelelő irányban tartani ezeket az érzelmeket, és itt van egy kulcs szó, hogy nem magadért. Ez nem alibi. Ez nem magyarázkodás. Ez nem kivetítés, hanem hogy nem magadért, vagy nem pusztán magadért teszed és akkor rögtön vannak benne többen, rögtön egy kicsikét téresebb, tágasabb lesz, rögtön visszatükröződik az eredmény, hogy tényleg jól akartad-e. Hogyha a gyerekek csokifagyit szeretnek, de te vaníliát hoztál nekik, akkor te minden vagy csak nem jó apuka, mert nem ismerted föl, hogy csokifagyik kell nekik. De valamit legalább már szerettél volna adni nekik. Tehát nézzük meg, hogy vágy nélkül és dünélkül ember nincs. Csak hogy mennyi van belőle, milyen irányban, mennyire önző módon, az nem mindegy. Az nagyon nem mindegy. Vágy nélkül nem ennél. Mert éhes vagy. Az vágy. Azt szeretnéd, hogy a test működjön. Alapvető vágy. Sikeres szeretnél lenni, és nem csak azért, hogy megfelelj másoknak, hanem azért, mert benned van az a sok-sok késztetés, amit lehoztál, ami, a neveltetés során emberré tett, amely döntéseket hozott benned. Ezek is alapvető vágyak, hogy megvalósítsd azt, amiért leszülettél. Tehát ezekkel nincs egy semmi baj. De tovább tudod-e adni? Fel tudod-e ajánlani? Az ember néha védekezik. Ha erősen védekezik, akkor azt is mondhatják, hogy dühös, vagy kicsikét karcos, vagy távolságtartó. Csak magadat véded? Vagy védesz másokat is? védelsz egy olyan területet, amely mondjuk nem csak a tiéd? És hogyan? Csak értelmileg, vagy elképesztő forró érzelmekkel, vagy csak világos tettekkel? Úgyhogy a vonzás és taszítás, a vágytípusú és dütípusú cselekedetek és reakciók, ezek az ember élet sajátjai. Ezek nélkül nem lennénk emberek, csak az nem mindegy, hogy egy, ezek uralkodnak rajtunk, vagy mi fölöttünk, a másik, hogy milyen irányt szapsz ezeknek. Középen tudod-e őket tartani? Egy, kettő, miért teszed mindezt? Miért engedjük ezt ki magunkba? És nagyon szép dolgok születhetnek belőle, hogyha ezeket harmonizálni tudjuk másokkal és a világgal, és hogyha alulvezérelt vagy túlvezérelt, akkor szörnyűséges szélsőségek. Dokaszonyimmal beszélgettem a minap, és, és mondott egy nagyon-nagyon jó mondatot, ami nagyon sokat segített, hogy a meditációnál nem magamért, hanem Istenért, Istenhez meditáljak. Interjú lesz, igen. <tos> <tos> Bocsánat. Nem baj, jó, ha így jön ki. Na, <tos> <tos> Jó van. Azt is megmondta, hogy mit imádkozzál, mert ezek után ez következik. Nem, nem. Hát aztán, aztán, ez, ebbe aztán eléggé bele is gabajottam. Hogy... Hát nem csoda, ezért, ezért, nem szoktuk magát a fogalmat érinteni, mert az elég gubancos, főleg itt a tájékon. A világ ezen tájéken ez eléggé gubancos fogalom. Nem is szoktuk érinteni nagyon. Most akkor próbáld meg, Enélkül a fogalom nélkül megkérdezni a kérdésedet, mert akkor még válaszolni is tudok rá. Talán. Hát azon vagyok, hogy igyekszem nem kihelyezni, kivetíteni a, valami felé, valami rávetíteni valami transzcendensre a, 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 a fölöttem való rendelkezést, irányítást, hanem, hanem próbálom elhinni és úgy. Én az életemet, hogy, hogy én vagyok ezért a felelős, és, és én alkotom ezt, viszont ez még nehéz. Nem rossz, nem jó, amit mondasz. Az látszik, hogy gondolatok által szeretnéd ezt az egészet csinálni. Nem baj, csak biciklivel holdra szállni nem lehet. Tehát az egész biztos, hogy biciklizhetsz a föld körül, és nagyon sok holdképet láthatsz tavakban, folyók, kompocsajákban. A holdra nem jutsz el. Tehát nem rossz a gondolat, csak egyszer mert magad mögött hagyni, és beülni egy teljesen gondolkodás előtti meditációba. Projekció teszt. Nézd meg a buddha szobrot itt mögöttem, fölöttem. Mosolyog vagy nem? Egyhegyű. Akkor projektáltál. És meg? Aranyszínű. Most jó. Köszönöm korábban volt egy, vagy elhangzott egy olyan kijelentés itt, hogy a fogjuk fel úgy az életet, mint amit a tudat teremt. Az lenne a kérdésem, hogyha úgy születünk le, hogy hozunk egy csomagot, akkor még pluszba hozzájön a szabad akaratunk, akkor ezek milyen összefüggésben vannak, és azt szeretném megkérdezni, hogy a, ez a szabad akarat, ezt hogyan, hogyan lehet ezzel élni, vagy hogyan lehet ezt kitolni úgy, hogy a karmánkat befolyásolni tudjuk hátizsákkal szépen odamész az autóbérlő céghez, kibérled az autót, csomagtartod, felnyitod, hátizsákod be, szabad akarat beül az élet járművébe, a kis testbe, és így, hush, így, megy előre. Néha, amikor megéhezik, kiszáll, csomagtartóból, hátizsákból, megebédel, megvacsorázik, megregelzik, megy tovább. Tehát a szabad akarat az egy nagyon-nagyon fontos, nélkülözhetetlen velejárója az életnek, halálnak is. És az igazi kérdés az, hogy tudja-e a sofőr, hogy merre viszi a járművet? Csomagos túl, mert aztán utas is lesz, tehát utasos túl, ugye? Nem egyedül szoktunk autózni, főleg, hogyha ilyen kis kabrioletek vannak, stb. Tehát nagyon fontos az, hogy hova visszük életünk járművét. Honnan tudjuk, hogy hova visszük? Mit akarsz? Ezért van a kérdésed a szabad akaratról. Belül nézd meg azt, hogy mi a dolgod. Hogy mi a dolgom, az lesz az akaratnak a tárgya. Nem közvetlenül kérdezünk, hogy mit akarok, mert akkor egy csomó idea, meg egyéb jelenik meg. Az, hogy mi a dolgod, az már belül tiszta, és azzal kell egyéb és azt kell teljesíteni. Egészen hosszan, sokáig tudtam, vagyis azt hittem, hogy tudom, hogy mi a dolgom, és azt cselekedtem. És most ez a dolog cserben hagyott. Lehet, hogy csak a látásom volt az, ami folyamatosan. Visszatérünk a mozdulathoz, amikor ugye eltörött a nagy egész, és a harmónia átment diszharmóniába. Azt mondtad, cserben hagyott. Cserben hagytam. Az már jobb. Miért nem folytattad? Csalódtál? Nem tudom ezt kideríteni. Ezt kell kideríteni. Különben csak a felszín kapargatjuk. A következmények között vájkálunk. Menj vissza a keletkezés pontjába, ezt tanítja a zen. Hogyan keletkezett az a tudatállapot? Tehát mi volt az, ami benned így elrobbantott, és már nem csináltad azt, amit addig, megszűnt az a dolgodnak lenni, és valami törés állt be. És itt a meggyőződések és hitek, ezt kell megnézni, hogy mi volt a meggyőződés, mi volt a hit, és ez hogyan törött. És vissza kell térni ahhoz, amiben hiszel, és azokhoz, akikben bízol. És ez nem egy egyszerű folyamat. Tehát nézd meg, hogy valójában milyen eredménnyel járt az, amiről kezdetben vagy később azt hitted, hogy jaj, de szép lesz, jaj, de jó lesz. Mennyire fogok én ennek örülni, meg mások is. Aztán kiderül, hogy e -e. De addigra már realizáltál egy csomó mindent. Na most, amikor cserben hagyod, vagy úgy érezed, hogy ez cserben hagy téged, akkor van egy nagyon komoly ráébredés arra, hogy a kezdeti ideák és elvárások nem valósultak meg. Ez a csalódás és illúzióvesztés a felébredés záloga. Tehát nézzük, hogy mekkora önáltatás volt beépítve ebbe az egészbe, és amekkorát csalódtál, pont akkorát kellett fölébredni. Kezdettől fogva volt egy nagyon erős idea érzés bennem, amit folyamatosan követtem, és az egyik YouTube felvételeden hallottam, hogy, hogy magamat azonosítottam az igazsággal hú, az veszélyes te. Itt a mártírnőktől kezdve a Szent Johannákig minden van a magamat azonosítom az igazsága a kezdetű dobozban. Vigyázzunk. Ilyenkor a fa nagyon sokat segít. Megkérdezzük a fát, hogy te igaz vagy, vagy sem, és csak ott áldogál meg. Mozognak a levelek meg. Lemész a patakhoz, megkérdezed a tisztán folyóvizet, mi az igazság, és csak itt csobog így előtted. Tehát nagyon fontos, hogy az azonosulás és elszigeteltség tudata nélkül a világ ilyenségét megismerjük, és akkor a külön igazság, az elvont, az azonosítható, porzasztó ideagyűjtemény, ez nem jelenik meg. Valami kellett, hogy, hogy, ugye helyes és helytelen, és mindig azt gondoltam, hogy látom, hogy mi a helyes, hogy a helyes tett az, hogy, hogy értük, teszem, róluk szól, és hogy, hogy Próbáljak olyan lenni, hogy nekik jó legyen. Nézd meg, amikor a töréspont bekövetkezett, hogy teljes hittel csináltad, aztán jött valami visszacsatolás, eredmény, és akkor beláttad, hogy pssz, ez így nem jó, akkor a hit törött. Tehát vissza kell térni az eredeti szándékhoz, amiért elkezdted, és a tanulságok birtokában másképp csinálni. És akkor megy a gondolkodás, a beszédés, és az érzések talán ezek a dolgok azok, amik kiemeltek minket a állatvilágból. Cselekedet nem? Tessék? Cselekedett, Cselekedet nem, a negyediket kihagytam. Igen, igen, igen. És mégis egy ilyen elvonuláson ö, tűnik fel leginkább, hogy pont ezt a három dolgot próbáljuk minél inkább minimalizálni. Igen? Te milyen elvonulást csinálsz, mondják? <that> <that> hát beszéd az nem soknak kellene lenni gondolatoknak se soknak kell lenni. Itt a látásról van szó, tehát az elvonulás, a látásról szó belül is, kívül is. Hogy kinek mennyi érzelme, gondolata, vagy nem megnyilvánított beszéde van az elvonulás során, ez teljesen mindegy. Van, aki nagyon nyugodt, és nagyon beleül, és alig történik valami, véget ér a három és fél nap, és azért, <háha> Hát ez úgy elment. Na, ilyen szerencsére nincs ebben a teremben. Van, aki üldögél, és gyakorlatilag HBO legyen a talpán, még olyat rendez, és néha el is hiszi, akkor bejön a tanítóz, és a tanító a gyöngéd realitás feszítő vasával lerobbantja róla a karmáját, legalább, hogy lássa másképp, és akkor nem azonosul vele annyira, és akkor képes folytatni az elvonulást. Ez nagyon fontos, hogy a látás az az elvonulás lényege. És az egyévállás tapasztalat a látást hozza, és a látásból is az egyévállás tapasztalat jön. Ezek kölcsönösen feltételezik egymást. Ha egyben nyitod a külső és belső teret, ha engeded a tudatot kinyilvánítani, kiköpni a karmáját, te pedig azt elengeded, akkor világos, hogy látod is, le is tisztulsz, és ezáltal a világhoz, az emberekhez való kapcsolatod is megváltozik. Nem nyomjuk vissza, csak nem nyilvánítjuk ki. Tehát nehogy gondolattal nyomd el a gondolatot, vagy érzelemmel az érzelmet, nem. Mozdulatlan maradsz, és előbb-utóbb megtanulod, hogy ezek a jelenségek ne alkossanak identitást benned. Ezek benne vannak a hátizsákban, csak nehogy valaki rádvarja a hátizsákodat. Mert az fáj, amikor rádvarják, akkor is, amikor leszakad, akkor is. 185-ös Kuan, csak láss, csak az, hogy ez a megvilágosodás természete. Zsúgy, egész köteményben szunkszász, hogy elmondja gyönyörűen. És van benne egy olyan rész, hogy már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Akkor ez a bot, a hangja és a tudatod azonosak vagy különböznek? Ha azt mondod azonos, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különböző, akkor is. Mi a helyes válasz? Házi feladat mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.